jó estét kívánunk, kalandos körülmények között kezdődik az eheti Eliup, izgódunk, hogy ne legyen hosszabbítás, ezt megúsztuk, és itt van mellettem Méhes Gábor, akivel beszélünk három hírről, két párharcról, négy csapatról és öt legendáról. Ez a harmadik Eliupod, csökkene már a vizsgadrukka? hogy Nem. Nem? Egyáltalán nem. Pedig milyen jó fej volt, hogy mindent elküldtem, amiről beszélni szeretnék veled. Hát öm, igen, de ezt vártam is egyébként. Kezdjük egy kínos, benne, mondjuk én. Kezdjük egy kínos kérdéssel. A Brekit-et töltöttél e ide. Nem. nem. Sosem szoktam. Sosem szoktam. Sosem szoktam, mert nem vagyok nagyon jó tippelő. Uh -huh. Tehát nem tudom az érzéseimet, az érzelmeimet elvonatkoztatni attól, hogy hogyan tippelek. Így aztán a különböző ilyen, ilyen szerencsejátékokban, tehát ilyen fogadós uh -huh. játékokban sem nagyon veszek részt általában. Na, amiatt akkor nem kell aggódni, hogy Méhes Gábor viszi el előletek az autentik Jordan Mest, a dedikált kosárlabdát, illetve a kosaras kártyákat, amiket a rep től illetve a Card Corner-től kaptunk igazából már csak két pár harc van, aminek a végeredménye befolyásolni fogja azt, hogy kiviszik, kik viszik haza ezt a három díjat, szurkoljunk továbbra is ennek. Eh, ahogy ezt megszokhattátok, és most már ténykérdés, minden hátralévő mérkőzést adunk az NBA szezonjából, hogy ez 9 meccs, 8-7-6, azt hiszem öt minimum, az a, ma is még négy, de reméljük, hogy ennél izgalmasabb döntőnk lesz. Ez biztos ma hajnalban fél háromtól Dávid kornélal és velem nézhetitek meg a hatodik meccsét a Miami-Boston összecsapásnak. De mielőtt erre rákanyarodnánk, beszéljünk egy legendáról, aki a héten bejelentette a visszavonulását, ő pedig a 2003-as draftkör egyik legendája. Ugye a nagy hármasból, ha most most kiveszem belőle, ugye James Wade, és Carmelo Anthony, a nagy hármasból a második, aki visszavonul. Neked milyen játékosként maradt meg az emlékezetedben Carmelo Anthony? Carmelo anthony én nagyon sokat láttam játszani élőben a 2008-as Pekingi olimpián. És így aztán, amikor Carmelo Anthony beugrik nekem, akkor, akkor ő az amerikai válogatott játékosaként ugrik be. Tehát hamarabb ugrik be, mint Nix játékosként, mint Nuggets játékosként. A személyes élmény miatt igen. És hát ráadásul ott ugye volt szerencsém élőben látni és közvetíteni a spanyolok elleni döntőt, ami szerintem minden idők egyik legjobb kosárlabda mérkőzése. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból így, így érthető. hát fantasztikus játékos volt, és én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy, hogy nem, hogy nem lehetett bajnok, és nem nyert bajnoki címet karrierje során. Ugye 13-szor jutott be a offba a 13-ból 11-szer kiesett a csapatával az első körben. Ez szóval egy ilyen játékos esetében ez, ez majdhogy nem méltatlan. Ugye egyetlen egy főcsoport döntő, 2009-ben a Denverrel, és, és, hát azért az ő ilyen személyes tragédiája szerintem, hogy, hogy soha nem volt igazán olyan csapat mellette, és soha nem voltak olyan társak mellette, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon kevés alkalommal, hogy esetleg, esetleg többen is gondolkozhatott volna. Ugye neki a New York és a Denver Nuggets volt a két fő otthona. A New Yorkból azt susogják a fülébe, hogy vissza fogják vonultatni a messz számát. Itt a klub történelem hetedik legjobb pontszerzője. Jelenleg a Nuggetsnél harmadik. Nikolaj Jokic egy ilyen ezer ponttal van nagyjából lemaradva. Szerintem borítékolható, hogy ő fog majd mondjuk így egy év múlva lenézni vissza ránk. Mind a ketten, mind Nikolaj Jokic, mind Carmelo Anthony 15-ös messzámmal játszanak. Szerinted a Denver visszavonultatja, illetve nem ezt kérdezem, mert ez már tippelés megint, te visszavonultatnád a Denver helyében az ő messzámát? Én mindenképpen visszavonultatnám, és én bevallom őszintén úgy csinálnám, hogy mind a két 15-öst visszavonultatnám. Tehát Carmelo Antoni 15-ösét, most még Jokic játszott 15-ösben, és amikor már majd Jokic sem lesz, akkor onnantól kezdve ne legyen senki 15-ösben, és akkor lógjon a plafonon két darab 15-ös, az egyik Antoni, a másik pedig Jokic. Név. Tehát úgy, mint ahogy Bill Russell számára, vagy aki most még hatos, az maradjon hatos, de utána, utána már nem. Carmelo Anthony biztos és garantált Hall of Famer lesz majd egyszer. Ez nem biztos, hogy elmondható a következő vendégünkről, Jamorentről, akivel kapcsolatban izgultál, hogy hogyan fogalmazzál, egész nyugodtan, ami a szíveden, az a szádon. Ugye Jamorent a héten azzal vetette észre magát, hogy elkezd, ne, tehát valaki, akinek ezt meg kellett volna tennie, nem vette el tőle a telefonját, már megint nem zárta ki az Instagramból már megint, és elkezdett uh, Instagram sztorikat küldözgetni uh, Jamorent, és a, a, a mainstream médiába az került be, hogy ő egy báj üzenetet tett ki. De előtte volt három másik üzenete, ami azért kemény, mert azt mondta, hogy szeretlek anya, szeretlek apa, és te vagy a legnagyszerűbb baby girl, szeretlek. Majd ezután jött egy báj, ami után viszont indokoltnak tűnik, hogy a helyi uh, serifi hivatal kiszállt Gyaborent házához, hogy megnézze, hogy minden rendben van-e. De azt mondták, hogy minden oké, okay, csak a social médiáról kattanna le. Hát azt nem mondhatom el, amit gondolok, mert azt sem a mikrofon, sem a kamera nem, nem szeretné. Nagyon sajnálom ezt a fickót, és hát nyilván az ember bízik abban, hiszen egy végtelenül tehetséges játékosról van szó, hogy, hogy egyszer csak lesz valaki, aki, aki tényleg segít neki visszatalálni, vagy rátalálni arra az útra, amin ami neki menni kell. Szerintem nevetséges volt az a büntetés, amit amit az első fegyveres balhéjé után kiszabtak rá, és én azt gondolom, hogy most kell, hogy jöjjön valami olyan drasztikus elnye -benye, akár mondjuk egy fél szezon erejéig. Tehát azt mondani, hogy oké, okay, az All -Star nem játszhat, utána igen. Különben szerintem nincs esély. Tehát szerintem, szerintem muszáj, hogy, 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 hogy ez egy olyan nyomatékosított figyelmeztetés legyen, Egyrészt a Liga, másrészt Jamoran saját személyes érdekében, hogy, hogy onnantól kezdve hát, ha tényleg reménykedhetünk abban joggal, hogy, hogy, hogy valami még lesz belőle. Ja, amit nem tudhatunk, hogy mit vizsgálódik még a Liga, és hogy az, hogy nincs ítélet, az a vizsgálódás, vagy egyszerű időzítés, hogy nem akarják elvenni a fókuszt, az egyébként a főcsoport mindenképpen zseniális rájátszásról, és aztán beszélünk, hogy szépen a főcsoport is legalább keleten belelendül, de hogy, hogy, egyáltalán mit van itt vizsgálni való, hogy miért hallgat a liga, ez, ez, szerintem, szerintem egy picit, picit furcsa. Ugye mondtad, hogy a fél szezon, te egyébként mire az, és te, hogyha te lennél Eden Silver, és a te jobb köröd lenne, akkor mit mondanál Jamorendnek, hogy meddig nem kell nagyon készülni a meccsekre? Én azt mondanám. Én ezt mondanám, hogy egy fél szezon. Tehát mondjuk az all nem, és aztán az all után lehet. Itt ugye fogunk majd arról beszélni, hogy, hogy így is például Michael Malone nehezményezi azt, hogy keveset beszélnek róla. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy, hogy valamiféle döntés már körvonalazódik, csak egész egyszerűen nem akarja a liga azt, hogy, hogy elmenjen a játékról és a meccsekről, meg a fantasztikus egyéni teljesítményekről a fókusz és a hangsúly, és amikor véget ér a szezon, akkor azért lehet, hogy, lehet, hogy történik majd valami. Aztán persze lehet, hogy ez nem túl jó Jean mert ahogy múlik az idő, hát ki tudja még hány hülyeséget tud elkövetni, reméljük, hogy már egyetlen egyet sem. De még egyszer mondom, valami, valami drasztikus dolognak kell ahhoz történnie, hogy de az amerikai, amerikai, filmekben, sorozatokban bolderült ki számomra, hogy ott a tengeren tudom, van ennek az intézmény, az interventionnek, amikor a barátaid összegyűlnek, és azt mondják, hogy srác, ez így nem mehet tovább. És láttunk ilyet, nem tudom, az így jártam anyátokkal, meg egy-két Nem, de kik a barátok. Igen, csak hogyha ezek a barátok összegyűlnek, akkor mi történik? A, Tehát, hogy, hogy kitart Jamorrentnek egy ilyen típusú beavatkozást, hogy, hogy ezt nem kellene többet, többet, csinálni. Ugye azt, hogy mit vizsgálnak, az is kérdés, egy, egy kommentben láttam valamilyen tartalom alatt, hogy, hogy nem lehet bizonyítani az alapján, a három kocka alapján, hogy az egy éles fegyver volt. De hát most valószínűleg az nem egy nervpuskával puskával szaladgált Jamborent, vagy lefújta izé, bagarollal, vagy nem tudom, ilyen cipőkrémmel. Úgyhogy én is nagyon szeretném, hogyha ez a sztori megoldódna, de Jamorrent-tel kapcsolatban ez igazából csak a, csak a, a, a létminimum, mert akkor még a, a pályán a, a, viselkedését és a döntéseit, amit legalább ekkor a felelőtlenség jellemez, még ugyancsak meg kéne oldani. És a kérdés, hogy mit szól ez az egészhez a Memphis? Tehát, hogy ott mikor telik meg a hócipő, és mikor mondják azt, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Van egy játékos, akivel kapcsolatban szerintem vezetőedzőnek még nem merült fel a fejében, hogy tele van vele a hócipője, pedig Hanga Ádám, aki a múlt hétvégén az olimpiákhoz Pirahus ellen negyedik Final forjában, Zsinorban a harmadik döntőjében győztesként hagyta el a pályát, és a szószoros értelmekben kell ért mondani azt, hogy hagyta el a pályát, mert hogy az utolsó kulcsvédekezésre visszaküldte őt Csúsz Mateo a pályára. Mit szóltál egyrészt? Hogyan állsz te? Ugye te az vagy. Nem, egyrészt, hogyan, nekem hogyan igazából van, Szerbiában nekem... nincs Nincs. Igen. kedvenc csapatom. Cibonás vagy. Én cibónás voltam, vagyok. hát ma Igen. már azért kevésbé. Mennyire követted az Euróligának a történéseit, gondolok itt a nagy bunyóra a, a partizánosokkal. Igen, követtem. Természetesen a Final four négy meccsből hármat szintén élőben néztem a Final Fourból, szóval nagyon örültem, itt fönt a szerkesztőségben néztem a, a döntőt, és hát óriási tordította, amikor szerhió újbe a fál keze fölött azt a mindent eldöntő kosarat, meg aztán valami hasonlót akkor, amikor, amikor vége lett, és és hát ez nyilván nem érdem kérdése, meg nem arról beszélünk, hogy kinek jár és kinek nem jár, de szerintem Ádámnak ez nagyon-nagyon járt már, hogy, hogy, első magyar kosarasként megnyeri az Euroligát. Én nekem annak idején volt szerencsém személyesen nézni a Final four amikor Kornél játszott a Tau 2005-ben Moszkvában és 2006-ban Prágában. Az is fantasztikus élmény volt és fantasztikus eredmény volt. Itt, ha ezt most nem is személyesen, de, de a, a a streamen keresztül uh, izgultam végig. Hát aztán az a partizán elleni párharc, az persze egy nagyon érdekes történet. Ugye sokan mondták, hogy uh, hogy, 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 Jabuzelének kéne adni a szezon MVP címet, mert hogy volt az egyik, aki kirobbantotta a cirkuszt, ugye jújnak is meg volt a maga Júj, egy nagy faltot, elkezdek verekedni a csapatok, és amiért Jabuzelét ki kell emelni, mert ő az, aki olyan szintre eszkalálja a, a bunyót, hogy végül a az egész Euróliga rájátszás egyik legjobb játékosát, Kevin Pantert eltiltanak két meccsre, és mit adj hogy azt a két meccset megnyeri a Madrid idegenben, tehát úgy mentek el az ötödik meccsre, hogy, hogy még senki nem nyert otthon, és aztán az utolsó meccsen mínusz 16-ról hatról a Real Madrid, hogyha jól emlékszem. Sőt, talán 18 is volt, de a harmadik meccsen is vezetett Belgrádban a Partizán 15-tel. És ugye 0-2-ről még senki nem fordított az Euroliga történetében, tehát itt egy kis párhuzam az aktuálisan zajló Boston-Miami párharccal kapcsolatban. Ott ugye 0-3-ról nem fordított, még az NBA-ben egyetlen csapat sem. És azért ne felejtsük el azt sem, hogy a negyedik meccs tehát a második belgrádi meccs talán egy nappal volt az a, az a szörnyűséges iskolai lövöldözés, a tragédia, ami nagyon rányomta a bélyegét arra a negyedik mérkőzésre, hangulatában is, a partizán játékosok teljesítményét illetően is. A partizán az egyik legdurvább oroszlán barlangja, a partizán otthona az Euroligában, és egy fél időn keresztül néma csönd volt a nézőtéren, úgy játszották le, hogy egy volt nézni, és aztán indult be a szurkolás. De ettől függetlenül, nehogy abba az irányba menjen a narratíva, hogy, hogy a Real Madrid nem érdemelte meg a továbbjutást abból a párharcból, vagy hogy nem érdemelte meg, hogy ott legyen a Final Four-ban és nyerjen, mert azért az, hogy 0-2-ről, a harmadik meccsen mínusz 15-ről, az ötödiken mínusz 18-ról megfordították, ez totálisan azt idézte föl bennem, amit a futballcsapatuk csinált uh, tavaly a Bajnokok Ligájában, amikor nagyon nehéz helyzetből megfordították, illetve megnyerték a Chelsea elleni párharcot, a Manchester City elleni párharcot, és aztán megnyerték úgy a BL döntőt, hogy a kapusuk volt messze a legjobb ember, mert kilencet védett a Liverpool ellen, Tibor kurtoáról van szó. Szóval érdekes a párhuzam, és, és, szerintem, ha mondjuk egy ilyen nagy trióként emlegethetjük Júlit, Sergio rodriguez és Rudi fernández akkor, akkor mondjuk lehet ez egy ilyen Modric, Kroos, Benzema trió a futballban. És ez a, az, a, nagy arany generáció, az utolsó, Úgy utolsó mementója, még lehet, hogy lesz bennük egy év, meglátjuk, de azt, hogy ennyire bízott bennük Csúszmáter, hogy mindig ők zárták a meccset, és folyamatosan hozták a nehéz dobásokat. A fiatalokkal kezdett, és aztán mindig az idősekkel zárt, talán nem sértődik meg, hogy most már inkább Ádám is a, a, a veterán játékosok közé 34 tartozik. Éves. 34 évesen. de az, hogy, hogy ő kezdett a mérkőzésen, kezdte a második főt, és a végén is ott volt a pályán, Szuper hasznosan játszott a két belgrádi győzelemben, oroszlán részt vállalt, és hát nehéz elképzelni olyan szinten mély csapatot, egyébként, mint amilyen a Real Madrid és egyébként a Barcelona, akkor 12-14 mély rotációban is válogatott játékosok játszanak, és az, hogy Ádám ebben a keretben a sérülési jelenére mindig visszatudta magát verekedni, úgyhogy ezúton is csak gratulálunk Ádámnak. A Real Madrid keretében 11 olyan játékos van, aki aki játszott az NBA-ben, lehet, hogy nem sokat, de, de játszott, és azért ez mindent elmond szerintem ennek a keretnek a mélységéről, és tényleg szívből gratulálunk Ádámnak, mert ez egy fantasztikus dolog. Így van, most elmegyünk reklámra, aztán jöjjön most már ténylegesen az NBA, olyan játékosok, akik mind az NBA-ben játszanak, ugyanis először lezárjuk a nyugati főcsaportdöntőt, majd megnézzük, hogy állnak kereten. Folytatjuk az Eliupot, ahol meg kell beszélnünk azt, hogy négy mérkőzés alatt véget ért a Denver Nuggets és a Los Angeles Lakers párharca. Az első kérdésem az rögtön úgy indul, nincs ilyen, mintha jármisszal ülnék szemben, sok szempontból van ilyen érzésem egyébként, hogy hogyan ítéled meg a Lakers szezonját ezután, a kiesés után? Szerintem azt nem lehet másképp csak sikerként mm. lekönyvelni. Oké, okay, hogy a 0-4 a végén nem néz ki jól, de azért a 0-4-hez hozzátehetjük ilyen apró betűs részsel, hogy, hogy, a négy meccsből három olyan meccs volt, hogy az utolsó perc az úgy kezdődött, hogy egy labda volt a különbség a két csapat között. Ez, ez simán lehetett volna ennél sokkal szorosabb is, másképpen alakult. De azért csak 2 10 zel kezdtek, azért csak volt 26-32-es mérlegük. És azért az, ahogyan átalakították a keretet szezon közben, azt szerintem nagyon-nagyon jól nézett ki. Azért mégiscsak elbúcsúztatták a Golden State Warriors-t. Második körben, oké, okay, hát a vége az, az, az 0-4. Meg azért LeBron James nyilatkozata a negyedik mérkőzés után, az megint csak egy elég furcsa irányba terelte ezt az egész, az egész históriát. Szerintem egyébként, Géző, mondom, hogy egy műbal van szó, én nem gondolnám. Arról van ezt... szó, hogy LeBron James úgy zárta a sajtó hogy a nyáron majd elgondolkodik arról, hogy hogyan Tovább mi a folytatás, és hogy visszajön a Lékerzbe? Igen, ugye ő már nem először csinálta azt meg a karrierje során, hogy, hogy amikor valami nem úgy sikerült, ahogy ő azt szerette volna, és mondjuk érthető. Tehát ilyen időskorban játszol 48 percet egy ilyen meccsen, amin a, a, a sorsod múlik, hogy versenyben maradsz vagy kiesel, dobsz 40 pontot, tényleg mindenedet odaadod és aztán nem sikerül, kikapsz, kiesel, véget ér a szezon, tehát az elkeseredettség az, az teljesen érthető. Ugye a 18-ban volt a nagy döntő első meccse a, a Cavaliers és a Warriors között, ahol 51 pontot dobott LeBron James, és ott volt a kezében a Clevelandnek az első meccs megnyerése. J.R. Smith az, az, igen. Elveszítették, és 0-4 söprés a vége. És ott ugye egészen sokáig, a, a negyedik meccs végéig, a nagy döntő végéig nem beszélt arról, hogy amúgy törött kézzel játszott az első meccs vége óta, mert az első meccs után bement az öltözőbe, és belevágott a falba, vagy valami táblába, yeah. és eltörött a keze. És ott utána megint egy csomó ideig beszéltek arról, hogy ó, hát LeBron James törött kézzel játszott a, a nagy döntőben. Szerintem ő vissza fog térni. Most már ugye egyre több hozzá közeli forrás beszél arról, hogy nagy valószínűséggel visszajön, egyre valószínűbb, hogy, hogy, hogy megműteti a sérült lábát, mert ugye azt is tudjuk, hogy február óta egy elég komoly sérüléssel játszott ráadásul, de ha ez meg is történik, ez a műtét, akkor is amikor elkezdődik majd az edzőtábor és a fölkészülése a következő szezonra, elvileg addigra addigra teljesen rendbe tud jönni. Az a kérdés, hogy milyen játékos társai lesznek akkor abban a pillanatban. rengeteg döntést kell meghozni a majd Ropperinkáiknak a hátralévő hetekben. Ennél most lényegesen könnyebb a helyzete Michael Malone-nak. Egyrészt azért, mert a Denver simán nyert, másrészt azért, mert hátra dőlve a karosszékben nézheti, hogy keleten fárasztja egymást a Boston Celtics és a Miami Heat, hogy aztán majd ez rögtön átcsapjon abba, hogy vajon nem túl pihente a Denver -nál. Ez a legutáltabb vita, ami a döntők előtt le lehet folytatni már az én részemről, és Michael Malone nagyjából a Phoenix Suns sorozat kezdete, vége óta terrorizálja passzív-agresszívan a játékvezetőket, hogy lenézik a csapatát, adjátok meg az istenvertett tiszteletet Nikolai Jokicsnak, Mennyire van igaza, mennyire pedagógia ez szerinted, hogy folyamatosan tolja vissza a csapatát underdogba, hogy aztán majd utána az öltözőben ezt visszafordíthassa a részér, az előnyükre? Hát ezt a csapatot szerintem nagyon nehéz már underdogként elkönyvelni bárkinek is, médiának, ellenfélnek, játékvezetőknek. Én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez a keret így most már, és pláne így, ahogy eljutottak a nagy döntőig, ez, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy, hogy a bajnoki címet is megnyerje. a Michael Malone amiatt is panaszkodik, hogy a média sem foglalkozik eleget velük, és sokkal inkább beszélnek a, a Lakers búcsújáról, meg LeBron Jamesről, miközben persze zajlik még a keleti konferencia döntőt, tehát értelemszerű, hogy azért róluk is, róluk is sok szó esik. Én ebből a szempontból egyébként örülnék, hogy hagyják őket békén, készüljenek, oké, okay, még nem tudják, hogy kire kell készülni lehet, hogy még csak nem is sejtik, mert azért valljuk be, ahogy alakul ez a keleti döntő, elég nehéz bármit is jósolni így, így öt meccs után. Szóval én a helyébe akár még örülnék is. Dolgozzanak szépen nyugodtan, jó kicsos tempó van, és aztán várják, hogy elkezdődjön a döntő. Igen, van egy ilyen, ilyen nem tudom, kis duzzogás ebben a emberi keretben, leszámítva kicsot, aki magasról tesz mindenről. De hát például yeah, Jamal Murray is elmondta azt, hogy, hogy ő, ő benne nem hisznek, és nem kapta meg a, a, az elismerést. Oké, ha 20 pontot átlagoltál, amit megtettek még 24-en ebben a szezonban, tehát hogy miről beszélünk, úgyhogy ez minden, minden esetre uh, fura volt. Én azt hiszem, hogy uh, főcsoport döntőben ilyen minőségű ellenfél ellen, mint amilyen egyébként a Los Angeles Lakers volt, ennyire magas színvonalú és nagyon ennyire kevés hibával lejátszott sorozatot én, hogy mikor láttam csapattól. Tehát gyakorlatilag ez egy hibátlan és tökéletes teljesítmény volt, amit még megspékelt időnként egy kvázi másdiba hajló ö, dobó szerencsét, Tehát tényleg ennél jobb négy meccset nagyon nehéz egymás mögé rakni, mint ahogy a Denver csinál. Ezért is mondom azt, is, ugye ráadásul a végjátékokból is kivétel nélkül jól jöttek ki, hogy, hogy nehéz őket most már bármilyen ellenféllel szemben, meg bármilyen feladat előtt esélytelenként elkönyvelni. Nikolai Jokic, kapcsán fel kell tennem azt a kérdést, most már ugye az utólag bármit mondhatsz, de hogyha a szezon végén benne lettél volna a panelban, akkor kinek adod az MVP címet? Neki. Neki. Nyilván van bennem elfogultság is, de szerintem ezután a szezon után sem lett volna szabad, hogy kérdés legyen. De én nem hiszem, hogy neki nagyon fáj a feje miatt. Tehát ő most már bajnok akar lenni, van két MVP címe, bajnoki gyűrűje még nincs, lehet, hogy ez már csak két-két és fél hétig igaz. Ütköztetnék egymással két nagyon komoly véleményt, mind a kettő olyan szintről érkezik, ahova én nem fogok soha feljutni. Az egyik Lékai Máté véleménye, aki azt mondta hogy egy közös playback közvetítésen, ahol te is voltál nálam már vendég, hogy ez hülyeség, érdekli Jokicsot. Mindenkit, ér, mindenkit érdekel, hogy MVP lesz-e vagy nem te azt mondod a délszláv kosárlabdát alaposan ismerve, hogy nem, te szerinted Jokic ez tényleg kikapcsolja, elengedi és magasról? Hát én nem mondom azt, hogy nem volt egyetlen egy rossz gondolata semmiatt, de hogy ő ezt nem pörökte túl, pláne a teljesítményén nem látszik. Azért, azért amilyen karakterű maga, szerintem ez, ez elég gyorsan lepöröghetett róla, mert, mert tudja azt, hogy, hogy, hogy mire kell fókuszálnia, és azért ez a fókusz, az elég jól sikerült neki az elmúlt négy meccsen mindenképpen. Az NBA rengeteg színes-szagos tartalmat tesz le elénk. Szerinted van uh, jobb pitchelhető ötlet, mint a Jokic Brothers uh, reality show? <laughs> én azt nagyon nézném. Hát persze, nyilván már mondjuk én nem vagyok egy nagy reality show rajongó, de igen, azt hiszem, hogy azért az elég sok rajongót szerezne magának. A láttam egy ilyen videót, ahol a főső um, ilyen álló telefonos videó volt, a főső nézetben LeBron James üvöltve edzett, majd vágókép és valamilyen borzalmas, ilyen macskajós zenére lent Jokic táncolt. De azért nem tudunk elmenni amellett, hogy, hogy az egy dolog, hogy Jokic rengeteg babahájat ledobott, de hogy ezt tartja is ezt a szintet, és azért Két fiú, aki azért az a dologgal küzd, a leadással is, meg a szinten tartással, ezt, mi, mi ezt tudjuk becsülni, hogy, hogy évről évre jobban nő bele ebbe a bőrbe. És amit Kondiban ebben a szezonban tudott mutatni, az, ha már az MVP címmel nem mondtuk ki Joe Embiid nevét, de Joe Lembithez képest, minthogyha bedugták volna a fenekébe az elektromos ösztökét, úgy rohan a pályán Nikolaj Jokic. Nyilván szerintem ez azért is van, mert most már saját bőrén tapasztalja, hogy, hogy mi történhetne akkor, hogyha esetleg visszavenne ebből, és hogyha mondjuk, mondjuk jönne megint egy-két év, amikor kevésbé figyel arra, hogy milyen is a teste, milyen az izomzata, milyen az alkata. Hát ugye kijöttek most a évekkel, hosszú évekkel ezelőtt ilyen scouting riportok, hogy mennyire nem tartották alkalmasnak arra a testét, meg egyáltalán annak idején, amikor Szerbiából elindult, akkor is az volt a mondás, hogy persze óriási tehetség ez a gyerek, de, de egész egyszerűen lassú, és, 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 ezzel a fizikummal semmi esélye nincs arra, hogy komoly karriert fusson be, mondjuk az NBA-ben, de még Európában sem. És aztán egyszer csak mi történt. Egyszer csak mi történt, így van. Um, egy percet nem tudott plenkelni, amikor az NBA-be érkezett Nikolaj Jokic, ehhez képest meg a jó példa ragadós talán, nem tudom, láttad azt a videót, amikor Luka Doncic egy sípájá mellett rohan fel a lépcsőkön, pedig június van, úgyhogy ilyenkor ő még kb. játszott a baj, idén pedig már ez, kíváncsi vagyok, hogy, hogy ezt eltanulja -e tőle. És ha már is, meg ha már jok is, amikor jössz hozzánk, akkor próbálunk készülni neked egy kis testhez álló feladattal, és most arra kértünk meg, hogy mint ahogy beszéltünk már itt a délszláv iskolának a nagy kedveléből, rakjál nekünk össze egy hát ilyen nagyon-nagyon csúnya kifejezés, egy ilyen top 5 ex játékost, aki nálad a, a, a legmagasabb szintre jutott el. Kezdjük az első helyezettel, vagy nem első helyezettel, bocsánat, hanem az első névvel, ha jobb ABC sorrendben vannak, majdnem. Kezdjük Luka Doncsicssal. Oké, okay, hát én úgy raktam össze ezt a listát, hogy 5 4 3 2 ja, oké, okay, akkor így Igen. van, bocsánat, tehát öltödik. Jó, hát Doncsics ugye egy született Jenny, ez teljesen világos, 16 évesen Real Madrid, 19 évesen megnyeri az Euróligát úgy, hogy ő az MVP, öröm nézni a játékát, és az ember, amikor őt nézi, meg az ő alkatát, meg, meg ha már a baba mondtad, akkor, akkor látva az ő nem is tudom. testfelépítését, felépítését, akkor, akkor azt gondolod, hogy. Fú, hát ezt, ezt hogy lehet, hogy egy, egy jól lakott óvodás uh, itt a szupersztárok között így virgonckodik, és, és virgonckodik. Én azért tettem őt az ötödik helyre egyébként, mert, uh, mert nekem az előző szezon az, azért az csalódás volt, nyilván neki is, nem véletlen, hogy május végén olyan edzésképeket lehet uh, látni róla, amilyeneket. Egy picit jó lenne, ha kevesebbet dumálna a bíróknak szerintem. Vagy sokkal, uh, sokkal többet, vagy sokkal kevesebbet. Igen, sokkal kevesebbet mert, mert az biztos hogy, biztos, hogy nem tesz jót a játékának. Az, hogy Kyrie Irving volt a csapattársa, az megint csak nem feltétlenül volt sem neki, sem pedig a Dallas Mavericksnek a, 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 hasznára. Tehát én, én azért várnék egy, egy komolyabb fejlődést ebből a szempontból tőle. És, és, hát azért nagyon bízom benne, hogy, hogy előbb-utóbb azért ő is eljut egy olyan szintre, mint Jokic, hogy, hogy játszhat majd esetleg egy NBA bajnoki címért. Ha egy tulajdonságot elhozhatsz, egy ilyen all ex Hugo, ilyen gén laborban összeszerelhető játékosba, akkor Doncsicsból mit hozol el? Szerintem mindenki, aki az ötös listámon szerepel, valamiben, sőt, valaki nagyon sok mindenben extra, de szerintem, ami a közös nevező az öt emberben, az a játékintelligencia. És szerintem ezt. Oké. Okay. A negyedik helyen az utolsó aktív NBA játékos, aki még dohányzás közben játszott 82 meccset az alapszakaszban, Vlade Divac. Igen, hát én azt gondolom, hogy ő Jokicsnak a 30 évvel ezelőtti kiadása. Ugye egy pár centivel magasabb, mint Jokics, de de a játékintelligencia itt is vastagon aláhúzandó. És, és, az, ahogyan, ahogyan Divac passzolt annak idején, az, amilyen szenzációsan látott a pályán, Divac is egy kifejezetten jól dobó játékos volt, de akkor még azért, hát nem mondom, hogy tiltották a centereknek, hogy triplát dobjanak, de azért az nem volt jellemző, akkor még az, az nagyon nem volt divat a kosárlabdában, de még Divac például a távoli ketteseket nagyon-nagyon jól dobta. És ugye a közönség kedvenc volt a Partizánban, 20 évesen már volt érme EB-ről, VB-ről, olimpiáról, játszott Euroliga Final four és ugye kiment az NBA-ben, és a Lakersben az első év az úgy zárult, hogy év a második évben pedig úgy, folyamatosan kezdő volt, nagy döntőt játszottak ugye a Chicago Bulls ellen. Ugye abban az időben azért tartotta magát az a, az a vélekedés, hogy európai játékosként csak center lehetsz, hogy komoly karriert csinálj az NBA-ben magadnak. Aztán persze volt, aki, ha nem is pont abban az évben, de egy-két évvel később erre, erre látszáv volt, és beszélünk majd róla is ebben a, ebben a listában. Meg, meg akkor talán már ott volt Schrempf, ott játszott már csolóni, tehát voltak már már bedobó poszton is ígéretek, de valóban a, a meghatározó játékosokat a palánk alatt. Igen, mindig azt mondták, hogy az európai hátvéd az lassú az mba Hát ez megváltozott, hogy haladtunk előre, de most megint egy magas ember következik. Beszéltünk már róla, úgyhogy most egy picit másmilyen megközelítésből énekeljük meg Nikolai Jokics nagyságát. Nekem ő ilyen népmesei hős. Tehát ugye mondtad ezt, hogy nem tudott egy percet plenkelni, ugye most jöttek róla azok a történetek, hogy hát ha öt fekvőtámaszt meg kellett csinálnia, akkor nagyon az se ment neki. Tehát abból a szempontból jó, kicsit nem túl jó példa a fiatal kosarasoknak, hogy azért ő nem a, nem a megszállott edzésmunkának a, a, a mintaképe. Volt. 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 Akkor, amikor elkezdte, és, és akkor, amikor úgy nézett ki, hogy, hogy lehet belőle valami, de nagyon sokat hozzá kell neki ahhoz tennie, hogy, hogy azt, a, azt a pályát valóban... Ez azért valami, meg, hogy valaki megjön 50 környék kipik volt az NBA-ben, második körös, hogy abban azért nagyon vastagon men, 10 tízből nyolcan, akik egyébként sokat gondolnak magukról, két év múlva Euroligát játszanak, és hogy lehet, hogy ez is benne volt, aztán egyszer csak kiderült, hogy jó, egyébként jobb, mint Nurki, csak előtte volt addig a rotációban. Őt akkor el is cserélték Denverből, Portlandből, hogy helyet adjanak neki. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy bíztak benne. És azért a, a összességében a Denverrel kapcsolatban ez a türelem, ez, ez, szerintem egy nagyon-nagyon lényeges szempont így az elmúlt évekkel kapcsolatban. Ugye Michael Melon kinevezése után az első három idénybe nem jutottak be a playoffba. Hát most, amikor látjuk, hogy hány edzőt rúgtak fenékbe az elmúlt időben, azért ezen fölkaphatjuk a fejünket, hogy fú, három szezon play-off nélkül, és megmaradt, és hosszabbítottak, és megint hosszabbítottak. Vagy ott van Jamal Murray esete, aki, aki a keresztalak szakadás után hát a könnyek között kérdezte meg Michael Melon, hogy akkor most el fogtok engem mm. passzolni, mert már nem lesz belőlem semmi, és az, hogy nem, nem, te a miénk vagy, vagy, és te ide tartozol, és jobb játékos leszel, a fölépültél, mint voltál. Tehát Jokic kapcsán is így a, így a így türelme, azt szerintem nagyon fontos. És szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy valahogy az embernek tisztába kell azzal lenni, hogy, hogy ezek tényleg ilyen történelmi távlatok, amit, amit, amiket most Jokicstól látunk. És most igazából nem tudjuk fölfogni, hogy ez, hogy ez mit jelent. Aztán majd, majd amikor 20-30 évvel később is beszélnek ezekről a számokról, akkor, akkor azért akkor tudni fogják. Jokic még írja a sztoriát, és ha idén bajnokok lesznek, azért elég jelentősen felülírja majd talán Zümi listáját is, ahol két legenda az első helyen, két horvát játékos az első helyen, először Toni Kukocs, aki azért bajnoki címekben nem áll rosszul. Toni Kukocs, aki 87-ben az U19-es vb n 12 tripla kisebből 11-et bevert az amerikaiaknak, és akkor hát persze addig is benne volt a neve már egy-két de ott valószínűleg is keretezték pirossal a, 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 nevét, és aztán a jugoplasztikával ugye jönnek az Euroliga, illetve akkor még meggyőzelmek, és ugye mindenki nagyon félti, és mindenki tudja, hogy hogyan bánik vele a barcelonai olimpián, különösen a csoportmeccsen Jordan és Pippen, hogy na majd megmutatjuk neked kis haver, és aztán ahogyan egyre komolyabb a szerepe, ugye legjobb hatodik ember 96-ban, aztán a 97-es playoff, meg ott a nagy döntő, az, az nem sikerül neki olyan jól, de 98-ban már gyakorlatilag folyamatosan a kezdőötös tagja, ott a nagy döntőben a Juta ellen van a 30 pontos meccse Toni Kukocsnak, és hogy ez a, ez a nagyon vézna, spliti gyerek, akit, akit, tényleg sokan óvtak attól, mert az NBA darálójában mire lesz képes, nyilván egy csomó izommal már megerősödve, egészen elképesztő karriert futott be. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy Toni Kukocsból a mai orvos technológia, meg, meg személyi edző, milyen játékost faragott volna, mert azért nagyon sok mindent el is vettek tőle azzal, hogy őt felgyúrták négyesnek. De muszáj volt. Azt gondolom, hogy akkor ezt muszáj volt meg. Ez egy más van. milyen játék volt. Akitől nagyon sok mindent elvettek, az elvett az élet, az, az, az viszont az első helyzet, Drazen Petrovics. Hát azt hiszem, hogy ez nem volt kérdés, aki engem ismer tudja, tehát én ugye miatta szerettem meg a kosárlabdát, én, én azért vagyok a kosárba őrültje, mert, mert kisgyerekként láttam őt nagyon-nagyon sokat játszani. És emlékszem, hogy hát persze örültem is, de szomorú is voltam, amikor kiderült, hogy a Real Madridhoz szerződik a Cibónából, mert tudtam, hogy akkor most már nem fogom minden héten látni kétszer játszani a, a jugoszláv televízióba. Aztán még inkább szomorú voltam, amikor kiderült, hogy az NBA-be kerül, mert, mert akkor aztán, aztán végképp mondjuk úgy, hogy eltűnt a radarról és miután a háború kitört, akkor meg végképp, mert ugye onnantól kezdve mondjuk a belgrádi televízióban a horvát játékosokról már egyáltalán nem, nem, beszéltek. És ha már szóba került Kukocs kapcsán, hogy mi volt akkor, vagy mi lenne velem ma, lehet, hogy elfogult vagyok, de, de szerintem Dražen játéka a mai NBA-hez is tökéletesen passzolna. Ugye az utolsó két idénye az már 20 pont fölötti, az utolsó idény az már 22 pont fölötti átlaggal, Um, és uh, hát ha az NBA karrier tripla százalék rangsort nézzük, akkor ő még mindig a harmadik. Uh, Steve Kerr és Hubert Davis áll előtte, tehát én vanem 44 százalékkal dobta az NBA karrierje során. Oké, okay, hogy az csak négy szezont fed le a, a triplát, ami, ami egészen félelmetes. Van top Petrovics meccsel? Hát van olyan meccs, amit, uh, amit szerintem szerintem egy fél éven keresztül gyakorlatilag minden nap megnéztem, az a 89-es keg döntő volt, az egy Real Madrid snyderok Okazerta meccs volt. Drázen Petrovics 62 pont az egyik csapatban, Oscar Schmidt a másikban, ő is ilyen 50 körül. És az, és az tényleg, tehát VHS-en, szerintem egy fél éven keresztül, ahogy azt a meccset lejátszották, utána minden nap megnéztem. Ha vége van az eljutnak, akkor ezt megkeresem YouTube-on, hát ha megvan élvezhető minőségben, de ti még nem menjetek sehova, mert a reklám után folytatjuk a keleti főcsoport döntővel, ahol 3-2-re még a Miami hitvezet. vezet. Ja, rettentő kedélyesen elbeszélgettünk, meg nosztalgiáztunk, meg történelem órát tartottunk, miközben keleten, Bostonban, Massachusetts-ben és miami ban Floridában az emberek tövig rágják a körmüket, hogy sikerül-e az, ami még soha senkinek nem sikerült eddig, pedig 150-szer próbálkoztak vele, hogy 0-3-ról felálljon egy csapat. A Boston Celtics, amelyről tudtuk, hogy egyéni képességek alapján a jobb játékosokból áll, aztán mégis 0-3-mal álltak, megnyert az utolsó két meccset, és ma úgy mennek Miami-ba, 2 óra 30-tól mi is adjuk ezt a sport egyen, hogy ha nyernek, akkor 3-3, és mennek vissza hetedik meccsre Bostonba. Nyilván, hogyha nyer a Miami, akkor ennek a sorozatnak vége. Ha ma nyer a Boston, akkor hogy érzed, a hetedik meccs az övék lesz? Hát lehet, hogy 0-3-ról még senki nem fordított, de 2-3-ról már 55 csapat megsikerült. <laughs> <laughs> És ugye most már ott tartunk. Igen, azt gondolom, hogy ha Boston ezt megnyeri, akkor a hetedik meccset is meg fogja nyerni. Ugye 0-3-ról három csapat tudott hetedik meccset kiharcolni egyáltalán, de mind a háromnak idegenben kellett megvívnia azt a hetediket. És itt most azért lényeges különbség, hogy a Boston hazai pályán játszhatna a hetediken nagy kérdés, hogy mi van Gabe vincent akinek állítólag jobb állapotban van a bokája, ilyen részfeladatokat csinált a, a, a mai dobóedzésen, tehát, hogy azért, azért, ez még mindig kérdés, hogy ha játszik is, akkor, akkor milyen az a Ugye a helyére Kyle Lowry tette be Eric aki pocsékó játszott. Nem jött be, be és ugye már pedzegetik, hogy lehet, hogy inkább Caleb Martint kéne betenni a kezdő ötösbe, és nem pedig Kyle Lowry t ami mondjuk szerkezetileg fölvet esetleg néhány, néhány kérdést. Nem tippelnék az elején elmondott okok miatt, viszont nagyon-nagyon várom a meccset, ezt be kell vallanom. Ugye rengeteg podcast van, itthon is, Amerikában is, újság, felület. Ezt az elmúlt két meccset, ezt én 77-féleképpen láttam elemezni, ki, miben váltotni. Szerinted tényleg ezt ennyire szét kell elemezni, vagy szimplán egyszerűen arról van szó, hogy az első három meccsen a Miami dobta le a csillagot az égről, az utolsó két meccsen meg a Boston, és aki jobban triplázik, az nyeri a meccseket, mert egyébként a játék egyéb elemeibe ezek a csapatok azért nagyjából rendben vannak. Vagy van más is ebben a fordításban? Hát és az hogy a Miami ledobta a csillagokat, de ugye a Boston is megtehette volna, mert az elveszített meccseken, különösen az első kettőn, ott ugye egy csomó tisztát, vagy teljesen tisztát hajítottak mellé. Tehát ott az nem föltétlenül csak a Miami Heat játékosai ne. múlott, és, és nem a Miami védekezésén, hogy a Boston azokon a meccseken úgy dobott. hogy az első három meccs, ami bukta a Boston oldaláról, ott 29 körül tripláztak, a két megnyert meccsen meg 40 százalék fölött egy picivel. Úgyhogy ez egy 40 meg 41 volt, igen, igen, igen. Lényeges különbség, lehet, hogy meg lehet így közelíteni, de hát nyilván azért az újságokat el kell adni, a podcasteket le kell gyártani, és, és hát szerintem az sok mindent elárul, hogy Jimmy Butler a, a negyedik meccs után nagyon nyugodt volt. azt a nyugi, oké, okay, rendben vagyunk, semmi probléma. Aztán 3-2, ott már Jimmy Butler is egy kicsit részletesebb a rukkol elő, amikor azt mondja, hogy, hogy azért ezek nem mi voltunk, akik az előző két meccsen játszottak, és, és szétcsúsztunk támadásban, aztán szétcsúsztunk védekezésben is. Most már azért egészen biztos, hogy, hogy ott, van a, ott van az a gondolat a Miami játékosok fejében, hogy, hogy ez, ez őrült nagy blama lenne 0-3-ról nem megnyerni, és akár, akár a hetedik meccse bízni a, a döntést. Ugye beszéltünk Carmelo Antoniról, hogy rengeteg szeresett ki az első körben, beszéltünk LeBron Jamesről, aki remekül terelt el a figyelmet a söprésről, a visszavonulásával. Szerinted Jimmy Butlernek a megítélését, meg a szezonját, meg a híd szezonját mennyire árnyékolja majd be az, hogyha bekövetkezik az, amitől most ők nagyon félnek? Hát, 3 0 vezetésről nyilván borzasztó kellemetlen lenne kiesni, pláne úgy, hogy tényleg 150-szer volt 3-0, és soha senki nem fordította meg. Tehát azt nem tud elkerülni, hogy, hogy beírod magad a történelm könyvekbe, ugyanúgy, mint az 1-3-as nagy döntő 2016-ban. Ez biztos. Na de azért ez a Miami, ez az egész alapszakaszban elég cudarú nézett ki. Tehát ez a Miami mégiscsak ott tart, hogy, hogy nyolcadik kiemeltként egy, egy play-in meccset elbukva, és a második play-in meccset, azt hiszem három perc a még hátrányban voltak a Chicago ellen. Tehát, tehát tényleg egy hajszálom múlott az, hogy egyáltalán még a play se kerültek volna be. Tehát azért leszedni a fejüket, hogy csak konferencia döntő, és esetleg ott vereség, azért nem lehet. De 3-0-ról nagyon kellemetlen lenne kiesni. Just nehéz az szitu, mert hogy éppen 3-2 az utolsó két meccsen, ami Miami-t láttunk, azt nem biztos, hogy szívesen néznénk még sokáig, de amilyen hullámzó volt a Boston, abban sem volt egy sok köszönet. A meg megvárja őket a, a, csúcsformában lévő Denver Nuggets. Ha te választhatnál, és most ez teljesen tényleg így kommentátor, izgalom, szurkoló, stb. Szerinted kinek lenne nagyobb esélye megizzasztani Jokicsékat? A, 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 most felálló két csapatból a Bostonnak, vagy egy vincent felálló miami -nek? Én azt gondolom, hogy a Bostonnak, de annyi megérzéssel, hogy, hogy valahogy Jalen Brownnak a karját, a kezét, a könyökét, azt valahogy rendbe kéne tenni, ha lehet, mert az teljesen világos, hogy, hogy, hogy nem egészséges kézzel játszik Jalen Brown, egészen vállalhatatlan dobó statisztikája van, különösen ami ezt a sorozatot illeti. Tehát, tehát, ő nagyon kéne ahhoz, de én nekem az az érzésem, hogy a Boston a válasz erre a kérdésre. Hát hajnal fél háromtól okosabbak leszünk percről percre, hogy aztán valahogy ilyen fél öt környékére az igazság, és hétfőről kedre víradora lesz -e hetedik mérkőzés. Dávid Kornél érkezik majd a szakkommentátori székbe, akivel meg fogjuk beszélni az adás közben érkező friss hírt is. Megvan a Mívó Kibáksz új vezetőedzője, Adrian Griffinnek hívják, de ezzel majd fél háromig várnatok kell. Zümi, isteni volt, mint mindig, remélem, hogy a már nem fogsz izgulni nektek pedig további jó hétvégét kívánunk, ne felejtsétek, hogy hétfőn se kell menni dolgozni, úgyhogy ki tudjátok pihenni magatokat és rá gyúrni az esetleges hetedik meccsre. Nézzetek minket Youtube-on, AMC Mikron, sziasztok! Sziasztok!